Halló, halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak, határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Hozok is egy plusz kis videót, mert hát ez förtelem, ugye már 40 napi böjt után végre megszólalt Kamala, kiengedték beszélni a nép elé, úgyhogy nézzük is, hogy miket mondott ez a gyökérasszony. A fő cím az, hogy Kamala Harris, büszke vagyok rá, hogy visszaélek a hatalmammal. És akkor aggódó állampolgár hozza is itt a kis videó részletet, de felhívva ő is a figyelmet, hogy óvatosan vigyázzat. Kamala Harris elmondja, hogy egy tollvonással ő bárkit börtönbe záradhat, úgyhogy óvatosan, mert lehet, hogy fizikailag rosszul lesztek attól, amit hallotok, így beszélnek a diktátorok. Én már megtanultam, amikor szerintem hát olyan 22 éves lehettem, amikor elkezdtem dolgozni. Megtanultam, hogy egyetlen tolvonásommal a leges, legkisebb bűnér félrelépésért is elítélhetek bárkit. És az én tolvonásom miatt ezt az embert letartóztathatják. Could sit in jail for at least 48 hours? Legalább 48 órán át börtönben ülhet. They could lose time from work and their family maybe lose their job. Elvesztheti a családdal meg a munkával töltött idejét, talán még az egész munkáját is elveszti. To come out of their own pocket to help hire a lawyer. Az egész családnak el kell adósítani magát, meg ügyvédeket kell fizetni, meg minden. Elveszti a státuszát a közösségbe az ember. All because of the swipe of my pen. Ez mind azért, az én tolvonásom miatt. Ezt mind meg tudom tenni. Weeks later I could dismiss the charges. Hetekkel később akár semmi se is tehetem, fel is oldhatom a vádakat, az alaptalan hülyeséget. But their life would forever be changed. De az életük már örökre megváltozik. So I learned at a very young age. Szóval én ezt már nagyon fiatalon megtanultam. The power. A hatalmat. A hatalom. Úgyhogy hát erről ennyit, Kamala Harris büszke rá, hogy visszaél a hatalmával, hogy rohadjon meg ott, ahol van. Sziasztok!